Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni. A kormány ezzel újabb rendkívüli intézkedést tesz az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energia és gázválság ellenzsúlyozására és a magyar családok rezsicsökkentésére. A lakosság így maximált ára juthat tüzifához, és sok családban kiválthatják vele akár a gázfűtést is, közölte Nagy István agrárminiszter. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tüzifa egységes áron vásárolható meg háztartására kivantásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján. A miniszter emlékeztetett, hogy az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválság alakult ki Európában. Ezért meg kellett teremteni azt a lehetőséget, hogy ahol lehet, gáz helyett fával fűtsenek. Már megkezdődött az őszi fa kitermelési időszak, és az erdészetek folyamatosan teljesítik a lakosság megrendeléseit. A fűtési időszakra elegendő tűzifa mennyiség áll az ország rendelkezésére. Az őszi termelés a tervek szerint halad, melynek tüzifa részét az erdészetek a belföldi piacon értékesítik. Nagy István kitért arra is, hogy a tüzifa program elindulása az állami erdőgazdaságok kijelölt befizetőhelyein az igények fogadását és a megrendelt tüzifa árának befizetési kezdetét jelenti. Azok az erdőgazdaságok, amelyek rendelkeznek a megrendelt tüzifa mennyiség készleteivel, az átadást is megkezdik. A programban hengeres tűzifa vásárolható, melynek átvételi pontról a felhasználási helyre történő szállításáról a vásárlónak kell gondoskodnia, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. A tűzifa programban kemény lombos, lágy lombos és fenyő tűzifa alapanyag vásárolható az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző faj összetétel szerint. A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként erdei köbméterenként. Kemény lombos 30 ezer forint, lágy lombos 19 ezer forint, fegyő 19 ezer forint. A tűzifa programban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1-e után vásárolt tűzifa mennyisége. Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. A működési terület listája, valamint további részletes információk a vásárlás helyszíneiről, feltételeiről és az átvétel menetéről a kormány.hu oldalon és az állami ami erdőgazdaságok honlapjain olvashatóak. Ezen felül az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rűzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget. Karcag esetében a Nefag Zrt-nél lehet a hatóságjáros tűzifa igényt jelezni az alábbi elérhetőségek egyikén. Telefonon a 0630 es vagy a 30-as körzet 623 28 15-ös telefonszámon, illetve a szolnokkukacnefag.hu e-mail címen.